Kifutottunk Tihanyból Balatont kutatni szonárral, előttünk már feltűnt a Szántódi rév, és ha lepillantunk a szonárra, most ezt a felvételt csak azért készítem, mert itt a Tihanyi kút mellett megyünk el, és mint látható, itt azért a vízmélység már meghaladta a 10 métert, ez meglehetősen ritka, tehát ezen a területen kívül máshol nincs is 10 méter alatti vízmélység. Most a 10,5 méternél tartunk. Sajnos a meder a hajókikötőtől eddig teljesen üres volt, de hát haladunk tovább Sajkót fele, és aztán nézzük, hogy ott mit találunk. Kicsit hullámos a víz, eddig a félsziget árnyékába haladtunk. Gyönyörű képeket tudtunk készíteni, hát csak sajnos nem volt semmi jelenség. Reméljük ez hamarosan meg fog változni. 10,9 is volt az előbb, 11 méter. Tihanynál vagyunk, az imént hagytuk magunk mögött a Pompát kelőhelyét, úgyhogy itt a tőle nyugatra lévő strand előtt haladunk. Azért is néztük meg ezt a területet, szonárral már kétszer is áthaladtunk rajta, mert hogy a Veszprém Múzeum információja szerint fénykeresővel a strandon kutatva egy búvár talált római kori leleteket, és az előbb, ahogy itt elmentünk a strand előtt, láttunk néhány kisebb szögletes tárgyat, mondjuk ilyen nagyobb kőtömb méretű objektumokat, és hát ezen kívül más nem. Nyilván merüléssel kellene azonosítani, hogy ezek a kőtömbök valamilyen római kori objektumból származnak, vagy pedig itt például itt vannak ezek a tárgyak. És ha kinézünk, akkor látjuk a strandot, amott pedig a kompányra lépve. És itt vannak ezek a kis tárgyacskák. Szóval ez egy kérdés, nem egy hajóroncs, nem egy épület maradványát látjuk, hanem ezek kődarabok, és hát mivel itt azért a parton is vannak kőépítmények, már mint kőtöltések, megint csak beúszik egy objektum a képbe. Lehetséges, hogy amikor befagyott a tó, akkor mondjuk maga, hopp, ezt le is mentem. Ez egy szögletes, gerendaszerűen kiálló objektum, tehát ez nem egy kőtömb. Kőtömb az kerülhet a jéggel is, vagy az emberek ráhordják a jég tetejére és elsüllyesztik, de ez nem az. A bal szélen ezek a kis hullámok, hát azért vannak, mert hullámzik a tó. Szemből fúj a szél. Közben ismét itt van egy látnivaló. Hát az a strand előtti terület egy pár merülést biztos, hogy megér. De a szonár alapján nem lehet megállapítani, hogy ez a lelőhely ez miből áll. Nem látok hajóroncsot, nem látok épületet, nem látok cölöpöket. Objektumok, tárgyak vannak a mederben. Hopp, és egy hatalmasabb, ez több méteres tárgy. Erre rá fogunk megint fordulni. Koordinátáját lementettem. És elég jelentősen ki is áll a mederből. Befele van, tehát ez már a parttól vagy 40 méter távolságra van. Egyébként pont a szálloda komplexum előtt vagyunk. Ebben a pillanatban egy ladik körvonalai bukkantak fel, lementem a koordinátáját. Itt látható, kicsit közelebb is. A kutatócsoportunk hajózás közben, nagyon klassz a hajó, nem érezzük se a felcsapódó vizet, se a szelet, az mind a kettő elég kellemetlen. Úgyhogy kulturált körülmények között így most öröm több órát eltölteni a kutatással. Tihanyi félsziget nyugati oldalán vagyunk. Part mellett hajózunk egy olyan 20 pár méterre, és az előbb már ezeket észrevettük, sorra jönnek
hatalmas méretű jelenségek. Egy ilyen fehér osztás az 6,5 méter körülbelül, 7 méter is van, tehát itt volt, itt vannak még további objektumok. Mérjük közben a koordinátákat is, meg fotózom is. Ez elég érdekes volt. Sajnos hullámzik a víz, ezzel nem tudok segíteni. Ha térképen nézem a pontokat, akkor látszik, hogy itt ezen a részen vannak. Tehát egy kupacban van az összes anomáliánk. Az imént befejeztük egy nagyobb területnek a pásztázását a Sajkodi strandtól déli irányba, a nyugati oldalában. Csúcshegy mellett van egy kis völgy, egy nyiladék, és ott egy nagy területen, tehát egy 150x100 méteres területet vizsgáltunk körülbelül meg, tehát másfél hektár, és itt mintha fa elemek tömkellegét láttuk volna. Többször végigmentünk rácsrendszerbe, úgyhogy remélem, hogy 3 dimenziós felmérést is tudok készíteni róla, illetve a sok-sok szonárfelvétel alapján majd a helyszínünknek a lehatárolása is lehetséges. Egyelőre én azt látom, hogy a helyszín, tehát ez a, itt a gerendák szölöpök tömkellege lenne egy helyen, mint hogyha ezzel a völgy nyiladékkal lenne összefüggésben. Nagyon érdekes helyszín. Most pedig ástartolunk Sajkodra. Megnéztük a strandot, innen pedig jön Örvényes. Ott folytatni fogjuk azt a térképezést, amit a múlt alkalommal kezdtünk. Tehát keresünk egy szigetet a Balatonban, ami elsüllyedt, tehát most egy olyan másfél méteres vízben kellene lennie. Hát kiderül, hogy talán. Kezd kisütni a hátam mögött a nap, hogy október közepéhez képest meg amilyen időjárás volt, elég kellemes. Előttünk Balaton udvari látható a felhőkerült, és ha ránézünk a szonárnak a térképére, ez a rengeteg pont, amit itt látunk, ezeket most mértük be szonárral. Látszik, hogy egy szigetszerű terület, ahol rengeteg anomáliát találtunk. Most keresztül fogunk menni rajta, tehát a part irányába haladva, ezzel segítve a lelőhelynek a lehatárolását. Úgyhogy ezt a keresztül haladást én most föl fogom venni. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas felvétel lesz, és részletekben, eseményekben gazdag. Most kicsit hullámzik a víz, és tartani is nehéz, de most már oké. Tehát 3,1 méteres vízoszlop van alattunk, 7 km per órával haladunk, a víz az már csak 10 fokos, délután 2 óra múlt, és az 1,1-1,2 MHz-es, tehát elég részletes szonár frekvenciával haladunk, 30 métert nézünk jobbra, illetve balra. Egy nagy hajóval vagyunk, nagy motorral, itt a bal oldalt sajnos a motornak a tribje kitakar, de ez igazából nem annyira zavaró, mert a 30 méteres jobbra látás az úgyis önmagában sokat számít. Hát itt most ránagyítok, és látszik, hogy ahogy haladunk ebbe a rácsrendszerbe, hamarosan elérjük azt a pontot, ahol már mértünk anomáliát. Úgyhogy meg is jelent az első, be is mérem a pozíciót. Ezekből a pozíciókból majd gyönyörűen meg lehet rajzolni a területnek a térképét. Egy folt, egy több hektáros folt a Balaton aljában. Lehet, hogy itt valamikor egy sziget volt, ami víz alá került, aztán a jég meg a víz elpusztított, letarolt, és az egykori objektumok, az egykori
szerkezeteknek a maradványai itt vannak. Nem tudom, általában semmit sem szoktunk találni, tehát teljesen üres hínaras meder. Itt is van valami. Aztán itt már sokasodnak. Megint csak. Térképen látszik, hogy már beleértünk abba a területbe, amit hosszába felmértünk, most keresztül haladunk rajta. Ez még nem a legsűrűbb része, az még tőlünk nyugatabbra található, de hát már itt is láttunk több darab hosszúkás elemet, és van valami kis kocka alakú mellette. Nagyobb bacska elem, ott egy szögletes, egy osztás az körülbelül 7 méter, 7,5 méter, tehát ez egy tekintélyes kiterjedésű anomália. És ilyenekből 60-at figyeltünk meg eddig. Ott jön a következő. Aztán még egy. Ennek a végén áthaladtunk keresztbe. Látszik is, hogy 3 méterről 1,80-ra följött a vízoszlop mélység. Tehát ez nagyon kiáll a mederből. Aztán jönnek sorba. Ez is hatalmas. És még nem vagyunk a túlsó végén, itt még sorjázni fognak, amott is. Ismét beúszik néhány a kép szélén is, tehát ilyen 25 méternél, ez pedig, hát ez majdnem 15 méter hosszú. Hát ha ez csak egy fatörzs, akkor is egy jókora fadarab, de ha valami építménynek a része, akkor pedig kifejezetten óriási. Az egész terület tele van ilyenekkel. Nincs még balatoni merülési tapasztalatunk ezekről az objektumokról, úgyhogy itt nincs más hátra, vissza kell majd jönni lemerülni, és hogyha megnéztünk néhány ilyen jelenséget, akkor már tudjuk, hogy mi ez. Még mindig vannak. És még mindig jön. Ez is megvan 10 méter hosszú. Itt is van valami kisebb dolog. Ez már nem annyira, kicsit elüt a jellegében. És ha rápillantok a térképre, kicsit kinagyítom, akkor látszik is, hogy keresztül haladtunk lényegében a lelőhelyen. Ez olyan, mintha egy ládika lenne. Elkanyarodunk nyugatra, és ugyanígy keresztül fogunk menni még egyszer. Ezt többször egymás után megismételjük, a felvételekből majd egy válogatást ki fogok rakni. Azt gondolom, hogy ez is, illetve amit találtunk Tihanyi félsziget mellett a nyugati oldalon, további vizsgálatot igényel. Hát legalább 3 helyszínt, a harmadik, ami a Szántó-Tihanyi révtől nyugatra találtunk a strand előtt, ugye azok a nagy blokkok, az a harmadik terület, ez mind a hármat érdemes lesz majd megvizsgálni. Befejeztük a mérésünket Balatonudvarinál, és az a sok-sok pont, ahol objektumokat láttunk, az kirajzol egy foltot a térképünkön, ami, hát megnézzük, hogy mekkora területet jártunk be, ugye itt van a Tihanyi félsziget, látszik a sok pont, hogy mindenhol vannak dolgok, de ez itt egy nagyon különleges terület, amihez hasonlót még sehol nem láttunk, akár még ez lehetne az a sziget is, amit keresünk. Abban az esetben, hogyha mondjuk
a jég, a víz letarolta volna a felszínét. Több méréssel már nem leszünk okosabbak, úgyhogy mára befejeztük. Gyakorlatilag megvan a területünk rengeteg szonárfelvétel, hát látszik ezen a sok-sok pöttyön, hogy meg a nyomvonalon, hogy keresztül kasul minden irányba átmentünk rajta. Hát ha 100-at nem mértünk, akkor lehet, hogy egyet sem. Vissza kell ide jönni, és néhány nagyméretű anomáliát leellenőrizni, hogy mik is ezek, és akkor okosabbak leszünk. Hát a mai napon 2 vagy 3 olyan területet is találtunk, ami egészen különleges, és szerintem nagyon sok kutatási eredménnyel kecsegtet minket. Úgyhogy ez egy nagyon jó kutatási nap volt. Köszönöm szépen a csapatnak a részvételt, folytatjuk.